és majd egy kicsit később. Megmostam a kezem, úgyhogy inkább egy kicsit az ujjat húzzák, vagy az alsó karra, hogy egy kicsit kerül belőle. De most fordítom. Nem, ez a izé, amikor elkezdted, most semmi nem tudom semmit, és jó. Feltörésének neki köszönhető. És amikor Debrecenben
1926-ba fúrt, Hajdúszoboszlón 1927-be fúrt, és Beregföldön 1928-ba fúrt, tehát 86 évvel ezelőtt, akkor a Beregföldi gyógyvízre mondta Páva Vajna, ez a csoda víz. És igenis igaza van. Sajnos a történelmünk, a Beregföldi csodavíznek a feltörekvését egy kicsit megállította, mert Kunmadarason ott van, vagy volt a legnagyobb katonai légibázis, és az oroszoknak ott volt a legnagyobb légibázis kikötőjük, és ezért nem engedték a turizmusnak a fejlődését Beregföldi és környékén, mert a tervek a szott üdülőknél úgy volt akkoriban, hogy Beregföldön építik fel azt, amit az később Hajdúszoboszlón építettek fel. Tehát az akkori emberek is tudták, hogy a Beregföldi gyógyvíz jobb, mint a hajdúszoboszlói, vagy debreceni, vagy az egyéb gyógyvizek ott a környéken. Nos, mindegy, eltelt sok idő, Beregföldi gyógyvíz most már szabad, azt lehet vele csinálni, amit akarunk. Lehet használni gyógyulásra, pihenésre és kikapcsolódásra, de a legfontosabb, és amit mindig hangoztatni kell, az a megelőzés. Tehát sokkal olcsóbb egy betegséget megelőzni, mint gyógyítani. Nos, hogy jön ez ehhez a plakáthoz, amit itt látnak, ahol, hát remélem, hogy látnak, itt van egy régi fej, hátulról, itt meg van egy későbbi fénykép, tehát előtte, utána. Azt hiszem, messziről is jól látható, hogy itt egy nagyon beteg fejbőr, csupa kiütéssel, fényes, zsíros fejbőr, gennyes, pattanásos kiütésekkel, itt meg egy gyönyörű, szép rózsaszínű fejbőr, kiütések nélkül, és még itt egy nagyon kevés, teljesen ősz haj maradék, ugye a tipikus koszorúnak hívják azt általában így a férfiaknál, ez a tipikus férfias kopaszodás, illetve beszélünk az U betűről, ugye olyan, mint egy U betű, a maradványa az egésznek. Itt látjuk, hogy azért sokkal több haj, és kezd felfele nőni, mivel itt van egy csík, és itt ugyanez a csík itt van, tehát ugyanarról a fejről beszélünk hátulról. Sokan nem hiszik el, hogy ez a két fej ugyanaz. És amikor én ideállok, és mutatom ezt a fejet hátulról, itt van ez a csík. És meg tudom fogni a hajat. Tehát ez az üres tér, amit látható, ez idáig már felnőtt. Ez a széles távolság, amit itt látható, ami ugye itt látható, ez is sokkal szűkebb lett, tehát nő visszafele a haja. A világon ilyen fényképet senki nem tud mutatni, ahol genetikailag, tehát édesapám, nagyapám, mindenki kopasz volt, én is az lettem, de nem hagyott békén a dolog, és elkezdtem kutatni. Használtam bánfit, használtam a varga, használtam minden, ami létezik. Én voltam az első, aki megvette. Nagy eredménye. Kopasz lettem. Haj nélküli lettem. Zsíros fejbőr. Minden, ami csúfíti az ember, öregíti az ember, minden az én velem is megtörtént. Ma fiatalabb vagyok, mint effektív vagyok. De nem csak a kinézetnek köszönhető, hanem az, hogy a tükörben néz az ember, és látja, hogy a fejtetőn, ahol már nekem semmi nem volt, nem tudom, hogy mennyire látszik, ez forró, mennyire látszik, de a fejtetőn, aki jól lát, látja, hogy ott is kezdenek jönni a hajszálak. Magyarul nem akarom csodaszernek nevezni, de valahol csoda. Mert ilyet nem tud senki mutatni. Műtéteket csinálnak. Tehát hátulról elvesznek hajat, beültetik felül. Egy, ha nagyon rövidre levágja a haját hátul,
akkor látszanak a hegek. De csúnya. Kettő, 5-6-7 év, és megint oda fog jutni, ahol előtte volt. Tehát a haj átültetés megkezdődött. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. Harmadik évezredet írjuk, és a kopaszodás, a hajhullás, a hajvesztés, nevezük akárhogy, nem lett idáig megoldva. De most azért mondtam, hogy megelőzni egyszerűbb, mint gyógyítani, mert nagyon-nagyon lassú folyamata az, ami itt történik. Tehát ez egy 4 év, amit itt látnak most, meg ez a fénykép között, 4 év, ez az 5. év, hogy eltelt. Na most miért van az, hogy az oldalán ugye a őszhajak is már kezdenek eltűnni, tehát az őszülés folyamatát is meg tudjuk állítani. Olyan gyógynövények vannak benne, akit mindenki ismer. Csak nekem sikerült az, ami idáig jóformán senkinek, hogy a milligrammok összetétel a gyógynövények között összejött, és kölcsönös hatással vannak egymásra, tehát egy láncolatot csinálnak. Tehát egyik problémát a másik után oldanak meg. Most a hajhullás ugye az nem a hajnak a hibája, hanem a fejbőrnek a hibája. Tehát a fejtetőn ott csak hajszál erek vannak. A főerek itt mennek oldal, és itt hátul találkoznak, a gerincoszlopon mennek le, az idegszálak is, ott van egy csomósodás, és ez a zavar, ami keltetődik a hajszálaknál, ami nagyon vékony, és gyorsan eltömítődik, és nincsen a megfelelő alapanyagnak a szállítása. Tehát a hajhagymákhoz nem jut el az, ami oda kéne, hogy jusson. Főleg előn kezdődik ugye a kopaszodás, és milyen érdekes, mert ugye a homlokparti egy nagyon erős izomtömeg. Miért van a homlokon nagyon erős izomtömeg? Az azért van, hogy amikor éjszaka van, és szeretnénk jól látni, mit csinálunk, kitágítjuk a pupillát. Felhúzzuk a homlokon az izmokat. Ezáltal ugye több fény kerül a szem golyóba, ezáltal jobban látunk. Nappal, amikor tűző napsütés van, mit csinálunk, összehunyorítjuk a szemünket, hogy jobban lássunk, tehát ne jöjjön túl sok fény be, és ne legyen minden vakító. Tehát a homlok izomzatnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy minél több vért vegyen el, ami a fejtetőre van szánva. És van még egy harmadik probléma, ami itt körülbelül a homlok és a fejtető között a fejbőr oda nőtt a csonthoz. Mert különben az arcunk felcsúszhatna a fejtetőre, vagy a hajunk csúszhatna az arca helyére. Mi volt nagyon flexibilis a bőr, tehát képzeljük ezt el. Tehát hátul és a homloknál oda van nőve a csontozathoz a bőr. Ez is gátolja egy kicsit a hajszál ereknek a keringését. És ezáltal a hajhagymák nincsenek megfelelően ellátva. Tehát ez az egyik legnagyobb probléma, és ezt nem tudta senki idáig megoldani. Tehát, ha megoldjuk ugye ezeket a problémákat, akkor nincs veszve semmi, megmarad a haj, nagyon sokáig szép, barna, fekete, vörös, vagy szőke, akármi volt, úgy is marad, tehát nem kell elkezdeni 25-35 éves korban feszülni a hajat, ami nagyon roncsolja ugye a fejbőrünket. Tudjuk, hogy a mai hajfestékek, nem úgy, mint a hölgy előttem mondta, hogy hagymából, meg répából, meg kamillából, meg egyebekből vonjuk ki ugye a festékeket, ami hát nem olyan sokáig tart persze, mert az gyorsan ki is mosódik. Ugye mivel vízben van feloldva a festék, így vízzel az fel is oldható, tehát nem egy tartós festék. Legtöbb hölgy azt szeretné,
Ha egyszer befestik, az egész év ugyanaz a szín maradna. Ma van egy divat trend, legyen egy kicsit szőke, legyen egy kicsit piros, legyen egy kicsit fekete, tehát tincseket festenek. Ugye ez nem megy abban, hogy ne egy erős festéket használjanak, főleg, hogyha valaki szőke, ugye akkor mi legyen fekete is, meg piros is, meg barna is, meg mindenfajta. Sőt, ma már láttam olyat, hogy lila. Majdnem elfogadtam. Én még mindig úgy vagyok, hogy a természetes a legszebb. Tehát maradjunk a természetnél, mert igazság szerint mi azt kaptuk, és nem tudunk más lenni, csak az, aminek születtünk. Tehát a géneinkben, a születésünkben megkaptuk azt, ami vagy szépek vagyunk, vagy nem vagyunk szépek, de mindenki valakinek szép. Tehát mindenki megtalálja a párját, csak keresni kell. És nincsen olyan, hogy az ember nem tudja önmagát elfogadni, csak akkor, hogyha valaki más akar lenni. De mi akarunk más valaki lenni? Tehát legyünk mi önmagunk, a hibánkkal, a szépségünkkel, csúfságunkkal, netán sántaságunkkal, ami született velünk. Ez valami miatt van. Ma már hallottunk nagyon sok előadót, akik elmagyarázták, hogy ezek miért vannak. Balogh úr nagyon jól elmagyarázta, hogy ugye a születésünk előtti életünkből hozunk át problémákat magunkkal, amit azért van, hogy fejlődjünk. A lépcsőfokokon fölmenjünk, és a végén a csúcson álljunk. Tehát ezeken a dolgokon át kell menni. Meg kell küzdeni, le kell őket dolgozni. Nem szabad, hogy ők dolgozzanak le minket. Ezért például azt hiszem nagyon kevesen csinálják azt, hogy hajmosás. És azt mondják, hajmosás előtt, én most megmosom a hajam, azért, hogy szép legyen a hajam, és a bőr, fejbőr egészséges legyen. Tehát a gondolattal alátámasztani, a gondolattal hozzátenni, hogy az, amit én csinálok, az még szebb és még jobb legyen, és még hatásosabb legyen. Tegyen engem az, amit csinálok, boldoggá. Nagyon lényeges gondolat. Ugye a motorikus gondolkodás, ugye, mint ahogy a Balogh úr is mutatta a repülőt, ugye az automata repülő, be van programozva, azt csinál, amit be van programozva. A legtöbb ember is ugye ugyanígy, azt csinál, ami be van programozva. De nem gondolkodunk mellette pozitívan, nem gondolkodunk mellette boldogító gondolatokkal, sikeres gondolatokkal, hogy azt, amit csinálunk, legyen az csak egy egyszerű kézmosás, megmosom a kezem, és belülről is tiszta leszek. Megmosom az arcom, és belülről is tiszta leszek. Tehát a külső mosakodás egyúttal egy belső mosakodás. Mert nem tudunk benyúlni, és ott is minden megmosni, ugye belünket, májunkat, stb. De igenis, tudjuk a gondolatokkal az egész belső szerveinket tisztára mosni. A bajoktól, betegségektől és a lelki gyötrelmektől piszkos belsőnket így tudjuk megmosni. Nos, akkor jöjjünk a külső mosáshoz, amihez annyit kell mondanom, hogy ez a termék bódi fejbőr regeneráló gél, úgy van bejegyezve, ez egy magyar szabadalom. Magyarul azt jelenti, hogy a világon még egy ilyen keverék nincs. Egyedül itt Magyarországon és a bódi kozmetikai termékek vonalába tartozó bódi, mivel hogy én Bódi Zoltán vagyok, mertem adni a terméknek a nevemet, hogy ne egy fantázia nevet adjak neki, mert nem egy fantázia termék, hanem ez egy bódi termék. Ez az én termék, ez én találtam fel, és büszke vagyok rá, és szeretem. Szeretem a hajam, szeretem a fejbőröm, szeretem a terméken. Tehát ez, ha nincs mellett a szeretet, nem is lesz soha sikeres. Lehet nagy kampányokkal, reklámkampányokkal alátámasztani, mint nagyon sok hajnövesztőszert, meg
meg korpa elleni szert olvasunk, meg reklámozzák, jó drága pénzért, egy 6 hónapig halljuk, rádió, tévé, újság, és egyszer csak eltűnik. Majd egy fél év múlva megint jönnek valami termékkel, ugyanaz van benne, semmi más, csak megint jönnek valamivel, hogy találtunk ilyen gyógynövény, meg olyan, és ez most meg fogja oldani azt, amit az előző nem oldotta meg. Meg egyik se oldotta meg. Mert idáig nem tudták még csak a hajhullást sem megállítani. Ez tény és való. Tehát azok a hölgyek, urak, akik próbálták a hajhullásokat megállítani, sikertelenek. Mert ha azok a hajtermékek megoldották volna azt a problémát, amiről beszélünk, tehát a hajvesztés, hajhullás, akkor már nem lenne kopasz, vagy kopaszodó, vagy ritka hajú ember a Földön. Nos, a találmányom ebben kezdődött, tehát a bódi fejből regeneráló gélen, ami egyértelműen a fejbő és ami alatta van, tehát a hajhagymán és a hajszál ereknek a kezelésére való. Nos, ez a termék egy vízbázisú termék, meg tudom mutatni, ha már a masszázskrém beszívódott. Észrevették a masszázskrém, hogy milyen gyorsan beszívódott. És ápolja a bőrt. Tessék rá simítani. Kellemes, sejmes bőrfelületet talál. És az elején ugye érezték az eukaliptusos illatot, tehát megnyitja az orrot, ha valaki náthás, kenjebb a mellkasát vele, és megnyílik az orra, nem lesz arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, egyebek, kicsit azért szipogok most, mert de sok kenéstől én is beindultam, és elnézést is kérek, majd az energiátadás, az is látszik rajtam, sokan mondták, hogy nagyon jól esik, nem kennék be a másik kezet, meg hogy masszőr vagyok-e, nem vagyok masszőr, én masszírozásra egy forintot nem keresek, de van bennem az, ami sok masszőrben hiányzik, az energia és a szeretet a termékemhez. A termékemmel átadtam azt, amit sok masszőr nem tud átadni, miért? Mert nem szereti, amit csinál. Meg olyan termékkel dolgozik, amit ő neki odaadnak, meg lehető legolcsóbban bevásárolja, lehetőleg olaj, az ebben csurok, csepek utána, a legszívesebben rögtön a masszázs után menne egy jól zuhanyozni, hogy az a sok olaj, mert eltömi a pórusokat. És ami eltömi a pórust, nem engedi, hogy lélegezzünk. Tudod, mi nem csak az orrunkon, szánkon keresztül lélegzünk, hanem lélegzünk a bőr felületén keresztül. És a bőrünk a legnagyobb szerves részünk. Ilyen nagy felület, mint a bőrünk, nincs semmi más. A bőrünkkel tudjuk magunkat piszkítani, vagy tisztán tartani. A bőrünkön keresztül tudunk felvenni nehéz fémet, ami ugye levegőből ránk jön. A bőrünkön keresztül tudunk magunknak jót tenni, meg rosszat. Megveszünk egy sampont 6-700 forintért, 400 ml, akármi, nem mondok most nevet, Head & Shoulders, stb. És elvárunk tőle jót. Hát 6-700 forintért mit várunk el? Nem lehet benne jó. Ha a reklámanyagot nézem, hogy mennyi pénz kerül, annak a terméknek a reklámja mennyibe kerül. Ha a csomagolását nézem, mennyibe kerül, stb. Akkor az, ami benne van, arra már nem jut pénz. Magyarul 100 forintért előállítanak egy terméket, és akkor eladják 6-700 forintért. Tehát tesznek rajta 6-500 forint nyereséget. Az már nem rossz. Az én termékem elő van állítva gyógynövényből és gyógyvízből. Nagyon silány a csomagolása, legegyszerűbb, mert én nem arra akarok költeni. De az, ami benne van, az sokkal többet érjen. Most én nálam belekerül ez az anyag mondjuk 2000 forintba, és árulom 3300 forintért. Nem igaz. Mert én nem költök reklámra, én nem költök csomagolásra, nem költök snicsnakra, hanem megpróbálom ezt a terméket, ami nagyon drágán előállítható,
körülbelül 2500 forint az előállítási költsége ennek, csomagolás, címke, engedélyek, stb. Nélkül. Tehát az a 3300 forintból nekem maximum egy 300 forint nyereségem van. Mert ha magasabbra megyek, akkor az emberek nem tudják megvásárolni. Még a 3300 forintnál sokat nem tudom megvenni. Nem tudok mit csinálni, de egyszerűen annyira magas a költsége, hogy tiszta legyen, jó legyen és hatékony legyen, hogy nem tudok mit csinálni vele. Lejjebb nem tudok menni az árral, de ilyen samponok, meg ilyen kenőcsök, amit itt látnak, ezek körülbelül kétszerese, háromszorosa a hajgyógyászoknál, a egyéb fodrászoknál, meg az egyéb ilyen gyógynövényes boltokban. Tehát 5-6 ezer forint körül lehet őket vásárolni. Megpróbáltam nagyon olcsó lenni. Mutatok egy olyat, amit nagyon kevés kozmetikummal lehet csinálni. Tehát az ujjamra teszek rá, és a szememet bekenem vele. Tehát a szem 7 perc, nem a szemem. És nem könnyedek, nem csíp, nem mar. Látni, hogy bepirosodik. Meg nem masszíroztam, hanem csak bekentem. Mert rögtön a vérkeringést elkezd javítani. 2-3 perc teljesen felszívódik, de legyen az akárhol, a hajamba kenem, ugyanúgy nem ragad össze, nem tapad össze, mert mindenki attól, hogy összeragad a hajam. Nem igaz. Tehát bekenem, 2-3 perc múlva megszárad, kifésülöm, és teljesen laza, szabad az egész. Ha valakinek viszér problémája van, vagy fülgyulladása van, vagy szemgyulladás, ezt a gélt ugyanúgy használhatja ezekre a problémákra. Ha valaki a sütőbe benyúl, megégeti a kezét, rögtön rákön egy kicsit, másnap még hólyag se keletkezik. Mert vadkesztenye tartalmú, és a vadkesztenye az egyik legjobb gyulladáscsökkentő gyógynövényünk, vagy termékünk, ami a természetből ered. Nos, ez akkor a magyar találmány, ami az összes másik bódi termékeket elindítványozta. Indítottam egy sampont, ami nagyon magasan tisztító hatású. Miért fontos ez? Amikor a hajat mossuk, akkor a meleg vízzel a pórusokat megtágítjuk. Azon a póruson keresztül tudunk jót és rosszat felszívni. Ha a pórusba nem jut oxigén, akkor a hajhagymákhoz is kevés oxigén jut hozzá. És az oxigén az mindennek az alapja. A hajhagymának ugyanúgy szüksége van az oxigénre, mint mi nekünk embereknek. Ha kevés nekünk is az oxigén, akkor fulladozunk, beteg vagyunk, nem tudunk teljesíteni, lankadtak vagyunk, örökösen az ágyba feküdnénk. Ugyanezt képzeljék el a hajjal. Az is lefekszik, nem áll, sőt kihullik, stb. Stb. Tehát az oxigén a hajhagymának nagyon-nagyon fontos. De amikor a bőr és a haj között ugye a jó viszony, a jó kapcsolat, tehát elegendő tápérték, elegendő vérbőség megakadályozik, tehát nem megy tovább, akkor kezdődnek ezek a problémák, hogy a hajt elveszítjük. És amikor a hajt elveszítjük, belép egy olyan funkció, hogy a bőrt mégis védjük ugye az ultraibolya sugarak és egyéb káros anyagok ellen, akkor beindul a fattyú termelés. Tehát több fattyút termelünk, és a pórusokon keresztül ugye a fejbőrre elkenődik, hogy védekezzen a fejbőr. Mert különben ugye betegek leszünk. Na most senki sem szereti azt, hogy a zsíros a fejbőr, mert ugye csúnya. Csillog, villog. Régen azt mondták nekem, ó, bejöttem valahol este egy étterembe, vagy valami, megjött bódi, kapcsoljátok ki a világítást, annyira fényben világos volt a fejből, a sok zsiradéktól. Az én samponom az ezt a problémát megoldja, és a fejből regeneráló gén közös használata megoldja. Körülbelül 2 hét alatt a zsíros, korpás fejből teljesen normálisá válik. És akkor jöttek még hölgyek, hogy te Zoltán, úgy szeretek frizurát csinálni,
És mit csinálják, ha bekénem a géllel, nem tudom, nem maradunk, de... És akkor létrehoztam a bódi haj tonikot, ami a fejből és a fejből feletti dolgoknak az ápolására van. Tehát a hajtonik az helyettesíti a hajlakot is, de megállítja az őszülést, gyönyörű szép volument ad a hajnak rögtön azonnali hatással, és fényt ad a hajnak. Tehát jobban néz ki rögtön, és természetes alapú, tehát nem lak, nem festék, nem mit tudom én milyen vegyszer, ami egy pár órára ugye olyan dúsnak néz ki az ember, és akkor hazamegy, és lefekszik, és reggel fel kell, és a férfi megér, ja Isten, milyen nőbe hozott össze az éjszaka. De azt hiszem, akkor is nagyon fontos ez a termék, meg a hajsampon, ha valaki szereti, hogy kopasz. Vannak ilyenek. De én nem frizurázok, én megveszek egy gyorsan, egy kicsit megmosdok, ott már megyek is, nem kell frizurát, kéz, stb. A fejbőrt akkor is védeni kell, mert az van az egyik legnagyobb veszélynek kitéve. Az ultraigolya sugárzás veszélyesebb, mint gondolják, mióta ezek a lyukak keletkeztek. És azóta nincs szűrve, sokkal erősebb. Ezért ugye mondják azt, hogy 11 óra és 3 óra között ne menjünk a napra, mert nagyon csúnyán le tudunk égni. És ha leégtünk, nagyon fáj. De rákeni a gélt, nem fog fájni. A gyulladás rögtön csökkenti, azonnali hatállyal a fájdalom, a gyulladás által okozta fájdalom megszűnik. Tehát a tonik, mint hajlap is lehet használni, de mint szép frizurakészítés, ha most befújom, bemasszírozom, és hajszárítóval megcsinálom a frizurát, gyönyörűen úgy marad. Sokáig, de nem csak egy perc. És akkor jöttek emberek hozzám, hogy de Zoli, fáj a fogam, ég az inem, vérzik az inem, nem tudnál az ellen is valamit csinálni? Na jó, kidolgoztam a bódi dentál gélt, ami effektív így néz ki, ez egy 100 ml-es csomagolás, nagyon értékes anyagok vannak benne, és megállítja a parodontózist, tehát a sorvadás, ami az egyik legnagyobb problémája a mai embereknek, egy jóformán egy népbetegség, az egészséges fogak potyognak ki. Miért? Mert az in már nem elég szoros, hogy a fogakat tartsa, szorítsa, és ne engedjen be ételmaradékokat, bacillusokat a fog in és a foggyökér közé, ahol genzacskók alakulnak ki. A csúnya genzacskók ízületi fájdalmat, reumás fájdalmat, de legrosszabb esetben, amit mindenkinek kívánok elkerülni, a szív izomgyulladást okozhat. És amikor a szív elkezd gyengülni, akkor ijedünk meg általában. És akkor fűrfához kapkodunk. Tehát a bódi dentál gél, a szájüreg ápolás, ugye mert nagyon sok bacillus, nehézfém és egyebeket viszünk be a szánkba. Jó, hogy van a nyál, ami fertőtlenít, segít fertőtleníteni, de ami a fog így és a gyökér közé lemegy, ott a nyál nem jut oda. Érdekes módon. Tehát ott meg kell állítani már a fertőzés esélyét, ezt a bódi dentál gél tudja. Masszázskrémről ezt már mutattam, itt van a masszázskrém. A jótékony hatását tapasztalták, remélem, hogy a jövőben egy kicsit átgondolják, hogy mennyire fontos a haj, a bőr és a szájüreg. Boldog, szép napokat kívánok, szép hajat mindenkinek!